gyilkosság, az az agresszió, az az ember, aki megöli az állatot, ő az agresszív energiát sugároz, és a megölt áldozat állatban, a húsában ez az energia megmarad. Maga állat, amikor gyilkosság alatt van, akkor félelem, szenvedés, élményeket tapasztal, és ez is le lesz rögzítve a húsban. Ugyanakkor ez az egyik is. Ember, aki eszik, akkor semmi egészséges dolgot nem eszik, csupán ezt az agressziót, félelmet, szenvedést eszik, ami magát programozza átélni. Másik karma szemszögből, hogyha erőszak által elért táplálkozást eszek, akkor én is fogok megtapasztalni az erőszakot. Védikus írások azt mondják, hogyha én eszek húst, hogy megölök az állatokat, vagy finanszírozok, ami még rosszabb, akkor nem fogok meghalni saját halállal, vagy a következő életben engem megölnek és megeznek. Szóval a tudat pedig nagyon szennyeződik, és így a tudat és a karma szemszögből nem ajánlat húsevés.